Komolyabb mérvű szennyeződés hullám tapasztalható az elsősorban Jász-Nagykun-Szolnok megyei kisújszállás kisebb részén, Békés megyében található Kakat csatornán. Tájékoztatta a Karcak TV-t a Körösvidéki Horgász Egyesület Szövetsége. A folyamat következtében a KHS munkatársai jelentős mértékű halpusztulást tapasztaltak. Itt jelenleg 3-4-5 darab fél kiló és kiló közötti tő és tükörpontot látunk a jégbe befagyva, illetve kisebb apró halakat, takarmányhalakat. Az eseményről elsőnek számolt be először a Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége, amikor egyebek mellett arról is tájékoztatást adtak, hogy a rendőrség felé megtették a bejelentést. Mint megtudtuk, ugyancsak az illetékes hatóság és kezelői szervek képviselői helyszíni szemlét tartottak a Kakat csatornánál, amely során a szakemberek megállapították, hogy a csatorna alsó szakaszán a vízben oldott oxigénszint több helyen nem éri el a halak élettani minimumát. Egyértelműen megállapítható volt az, hogy a vízben oldott oxigénszintjek helyenként kritikusan alacsony, illetve nem is, hogy elégséges, hanem elégtelen a halak számára. Ezt mi is a szövetség saját készülékével megmértük, és ez végig a csatorna hosszában beigazolódott. A felsőbb szakaszokon ekkor már valamelyes normalizálódni látszott a helyzet. Bár pontos információt egyelőre nem tettek közzé, a szennyeződés valószínűleg kommunális eredetűnek számít, amitől a víz sötét színűvé és kellemetlen szagúvá vált. Lassan már egy hete észleltük a káros környezetszennyezést, amikor halászati öreinek, illetve a szövetségnek bejelentés érkezett a Kakat csatorna menti horgászoktól, hogy a csatornában fekete színű, egész sötét színű, rossz szagú, szennyvízszagú vizet észlelnek, illetve halpusztulást is észleltek, ami csak részlegesen volt látható, mivel a csatornának egy része akkor is és jelenleg is jég alatt volt, úgyhogy a jég alá fagyott halakat lehetett látni, ott, ahol műtárgyak mentén ki volt olvadva a víz, ott pedig pipáló, agonizáló halak voltak, ami még most is jelen pillanatban látszik. Mi úgy gondoljuk, hogy ilyen drasztikus, bomló szerves anyagot csak nagy valószínűséggel szennyvíztelepi kiengedett kommunális szennyvíz tud, ami mechanikailag tisztított okozni. Ezt én már úgy gondolom, hogy a sok éves tapasztalatból, vízkezelő tapasztalatból talán nagy százalékban meg tudunk mondani. A víz átmosására és a víz hozzátáplálására, illetve a hideg időjárás miatt a jegessé vált csatornán oxigénpótlásra nincs lehetőség. Éppen emiatt a halpusztulás mértékéről a KHS nem kívánt találgatásokba bocsátkozni, de az biztosnak tűnt, hogy számos példány pusztulhatott el a szennyeződés következtében. A szövetség folyamatos tájékoztatást ígért az eseményekről, amit az esti órákban meg is tesznek. Ilyenkor hidegvizes halpusztulásnál általában az elpusztult haltetemek 20-30%-a szokott feljönni a víz tetejére a korábbi évek tapasztalatai alapján. A másik része a haltetemeknek az lesüllyed a vízfenekére, és jó esetben még esetleg egy-két héten belül följöhet, a másik eset az, hogy ezt nem fogjuk soha meglátni. Nehezíti a történetet még az, hogy ugye a csatorna jég alatt van, néhány centis jég lehet maximum, talán most már annyi sem, tehát nem is nagyon látjuk azokat a halakat, amik esetleg följöttek, csak a nagyobb testűeket. A Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége akkor arról számolt be, hogy a havária helyzet semmit sem javult egy nap alatt. A KHS munkatársai azt tapasztalták, hogy a csatorna alsó szakaszain továbbra is elégtelen az oxigénszint. A felsőbb szakaszokon viszont elégséges mennyiséget mértek. Aggodalomra adott okot, hogy a halpusztulás mindenféle halfajra kiterjed. A kár jelentősnek számít. A haltetemek eltávolítását a jegesedés miatt nem tudták megkezdeni.